Sziasztok, Rakoncai Gábor vagyok, és itt vagyunk a Playboy fotózáson. Hat évvel ezelőtt voltam utoljára a Playboy-jal egy fotózáson, akkor tóparton voltunk, éppen egy óceánátkelésről jöttem haza. A legutóbbi útóta, aminek közösen találkoztunk, ott azóta két újabb óceánátkelésem volt, azóta elkezdtem az ultrafutást űzni, 100-200 km hosszú futások. Nemrég jöttem haza egy Grönland átkelésről, ez 7 emberrel együtt, egy 29 napos úton 650 km gyalogoltunk Grönlandon, és kelet-nyugatról átkeltünk. És nincsen 4 hét, és megyek ki az Antarktiszra, hogy elérjem a déli sarokpontot. Elindultunk, húztuk a szánt, 1 órát húztuk, aztán 10 perc evés, 1 órát húztuk, 10 perc evés, ebből összejött egy 14 óra menetelés, miközben a 80 kg-os szánt húztuk a mínusz 10, néha mínusz 20 fokba. Az egyik legemlékezetesebb nyilván, amikor az ember megérkezik, de nem is az, amikor elértük a partot, amikor lejöttünk a jégről, hanem amikor a többiekkel együtt vettünk egy sört, és akkor kocintottunk és összeborultunk, akkor érzi át az ember, hogy egy hónapon keresztül mind ment át. Az ember nagyon meggondolja még azt is, hogy a fogkefe mekkora, meg a tubusba a fogkrém, hogy minél kisebb legyen, tehát ott az ember mindent kicentíz. Azért nem egy veszélytelen történet ez, tehát szerintem sokkal jobb az, hogy az ember 100%-ig ott van. A grönlandi csapatnál rajtam kívül majdnem mindenki zenét hallgatott. Csodálkoztak, hogy én hogy nem, mert most nem azért, mert nem szeretem, hanem azért, mert én jobban tudok koncentrálni, hogyha semmi nem vonja el a figyelmet. Maga a felkészülés, az nyilvánvalóan egy fizikális felkészülés, tehát hogyha az ember tud futni 200 kilométert, az mondjuk egy jó alap, persze. Ha tud tájékozódni, az egy jó alap. Hogyha bírja ezeket a monoton sport teljesítményeket, az megint jó. Ha saját magának jó társasága tud lenni, az megint jó. De nagyon más ottkint, meg amit itt csinál az ember. Itt a felszerelés nagy része a ruházatot teszi ki, meg az élelmiszert. Illetve pár olyan technikai eszköz van, mondjuk a műholdas telefon, amivel ott kommunikálni lehet, vagy a GPS, vagy nem tudom én, a tájoló. De hát mondhatnánk a sílécet is, meg minden egyebet. Mindegyik egy kicsit más, mint amit így normálisan rágondolunk, mindegyik egy kicsit át van alakítva, hogy azt a környezetet, ezt a közel 1000 kilométert bírja, meg hát komfortos legyen, tehát mi ott naponta 14 órát fogunk haladni. Ami adja az izgalmát az egésznek, meg az érdekességét, hogy ott bármilyen problémád van, akkor tehát ott nem tudod kijavítani, tehát ott nincsen egy bolt, ahol kicseréled, hanem vagy meg tudod szerelni, vagy nem. Tehát ott igazából minimális felszerelés viszünk magunkkal, de az nagyon professzionális.